Kedvezményes áfa kulcs. Január 1-től a korábbi 27-ről 5%-ra csökkent a baromfi hús és az étkezési tojás általános forgalmi adója. Magas a szállópor mértéke. Az elmúlt két napban mért légszennyezettségi adatok alapján Nyíregyházán is elrendelték a smogriadó tájékoztatási fokozatát. Szerencsehozók, újévi jó kívánságokkal érkeztek a kéményseprők ma reggel a megyeházára. Január 1-től a korábbi 27-ről 5%-ra csökkent a baromfi hús és az étkezési tojás általános forgalmi adója. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A kedvezményes áfakulccsal a várakozások szerint akár 10-15%-kal is nőhet a két termék belföldi fogyasztása. A termelői ágazatban pedig mérséklődhet a szürke és a fekete gazdaság aránya. Magyarországon 6-7 évvel ezelőtt fordult át a fogyasztás a csirkehús felé, ezt megelőzően inkább a sertéshúsból fogyasztottak többet a magyarok. A statisztikák szerint minden magyar évente átlagosan mintegy 32 kg baromfi húst teszik, ebből körülbelül 21-22 kg a csirke, 6-7 kg a pulykahús, a maradék 5-6 kg-ot pedig a kacsa és a liba teszi ki. A forgalmazási adatok azt mutatják, a fogyasztók átlagosan évi 23.344 forintot költenek baromfi húsra. Ez az összeg az adótartalom változása miatt januártól akár átlagosan 4.000 forinttal is csökkenhet. Magyarországon az előállított baromfi termékek aránya, ebbe természetesen bele kell érteni az étkezési tojást is, meghaladja a 450 milliárd forintot. Ebből körülbelül 60% belföldön és 40% export útján kerül értékesítése. Tehát ha azt mondjuk, hogy közel 300 milliárd forintnyi áru forgalom valósul meg egy évben baromfi termékekből Magyarországon, akkor könnyű kiszámolni azt, hogyha ennek a 27%-os áfája lecsökken 5%-ra, akkor körülbelül 50-60 milliárd forintnyi többletpénz fog a magyar fogyasztók, a magyar vásárlók pénztárcájában maradni. A termelők és a kereskedők várakozásai szerint az áfa csökkentéssel nőni fog a két termékcsoport forgalma. Ezt az egy évvel ezelőtti sertéshús áfa csökkentésből szerzett tapasztalatok is alátámasztják. 2016 első három hónapjában körülbelül 15-20%-kal növekedett a sertéshús fogyasztás. Nem is 20%, de egy 10-15%-i kereslet megugrásra számítunk, és amikor valamiből kereslet van, akkor az mindig egy jó piaci környezetet jelent, mind a termelőknek, mind a feldolgozók, értékesítő cégek számára. A 22%-os áfa mérték csökkenés az 100%-ban át fog menni a fogyasztói kosárba, tehát ebből a tetemes áfa csökkentésből sem a kereskedő, sem a termelői feldolgozói kör nem fog tudni megtartani, saját profitját növelve megtartani egyetlen egy százalékot sem. Elsősorban azért nem, mert nagyon nagy a verseny, és az áruházláncok ugyanúgy figyelik egymást, és ugyanolyan akcióra akciót hirdetve jelennek meg a vevőbecsalogató eszközökkel és marketing módozatokkal, hogy nem lehet megengedni, hogy valaki akár csak egy bizonyos terméket néhány napon keresztül is 5 vagy 10 vagy akár 20 forinttal drágában adjon. A baromfival ellentétben az étkezési tojás fogyasztása az elmúlt 20 évben jelentősen csökkent Magyarországon. A hazai tojásforgalom mintegy 30%-a importból származik. A külföldről behozott, olcsó, de a hazainál rosszabb minőségű tojás fogyasztási részarányának csökkenéséhez az áfa csökkentés is hozzájárulhat, mivel ezáltal tisztulhat a piac és növekedhet a hazai értékesítés. Magas a szállópor mértéke Nyíregyházán. Az elmúlt két napban mért légszennyezettségi adatok alapján a megyeszékhelyen is elrendelték a smogriadó tájékoztatási fokozatát. A levegő minőségében javulás szerdától hamarabb nem várható, amikor is egy hidegfront hatására megélénkül a légmozgás. Felhívják a lakosság figyelmét, hogy addig is, ha tehetik, a tömegközlekedést válasszák, és lehetőség szerint szilárd tüzelőanyag helyett gázzal fűtsenek.
Ezek az éppen aktuális mai légszennyezettségi adatok a térképen látható sötét-vörös színekkel jelölt területeken, az átlagosnál magasabb a levegőben található por mennyisége. Nyíregyházán a szállópor légköri koncentrációjának 24 órás átlagértéke az elmúlt két napban meghaladta 75 mikrogram per köbmétert, azaz a tájékoztatási küszöbértéket. Ennek alapján elrendelték a füstködriadó tájékoztatási fokozatát. Az ország egészen közidőjárását egy anticiklon befolyásolja, és emiatt 30-án esti óráktól folyamatosan romlott a levegőminőség. Most a mai nap már javulás van, a határértékhez képest kedvezőbbek a levegőminőség értékek, de még mindig az egészségügyi határérték felett vannak. Napközben valamelyest tisztul a levegő, a szállópor szennyezettség éjszaka a legmagasabb. Az esti és a reggeli órákban még a szellőztetés sem ajánlott, kerülni kell a szabadban végzett fizikai munkát, sportolást is. A szállópor részecskéi is érthetik a szem kötőhártyáját, a felső légutak nyálkahártyáját. A por belégzése a légzőszervi betegek, például az aszmások állapotát rosszabbíthatja, de a tüdő fertőzésekkel szembeni ellenálló képességét is csökkenti. A levegő minőségének javítása érdekében a lakosságot kérik, válasszák a tömegközlekedést, lehetőség szerint a szilárd tüzelés helyett gázzal fűtsenek. A vidéki településeken sem jobb a helyzet, sok helyen egészségtelen a levegő. Helyi körülmények jelentősen befolyásolhatják a levegő minőséget. Itt most általánosan, amikor ez a mérőállomás mutatja, hogy magasak az értékek, akkor a környező településeken is, illetve a megye minden településén közel hasonló értékek lehetnek. A meteorológiai előrejelzések alapján a levegő minőségében javulás szerdán várható, amikor egy hidegfront hatására valamelyest élénkül a légmozgás. Újévi jó kívánságokkal érkeztek a kéményseprők ma reggel a megyeházára. A sok éves hagyományhoz híven idén is szerencsét vittek az év első munkanapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnökének. A népi hiedelem szerint, mivel a kéményseprők előzték meg a tüzeket, ezért is jelent szerencsét, ha látjuk őket. Érkeznek a kéményseprők az év első munkanapján a megyeházára. 2017-ben is a szerencsét hozták Sesták Oszkárnak, a megyei közgyűlés elnökének. Boldog új éve, fogom a gombomat. A kéményseprők a népi hiedelem szerint szerencsét hoznak már azzal is, ha csak látják őket. Bár maga a mesterség viszonylag későn jelent meg, mégis hamar bekerült a magyar néphitbe, amely szerint a fekete színnek védelmező varázsereje van. Kéményseprő szakma ugye azért alakult ki, hogy a tüzeket megelőzzük. És úgy tartotta a hagyomány, hogyha jött a kéményseprő, akkor az azért hoz szerencsét, mert megelőzi a tüzeket, az ilyen lakástüzeket és kéménytüzeket. A köszöntésnek már sok éves hagyománya van a megyeházán. A közgyűlés elnöke úgy véli, a jó szerencse elengedhetetlen a 2017-es évi sikerekhez. Ezért is örül, hogy ez a szokás még mindig jelen van az új év első napjaiban. Jó szerencsét kívánnak rajtam keresztül, biztos vagyok benne a megye valamennyi lakójának. Nagyon sok kedves népszokás, néphagyomány kötődik ehhez a naphoz. Szerencsét látni, kéményseprőt látni, szerencsét látni, ez ugye ezt mindenkünk ismeri, hogy mennyire fontos és hozzátartozik ez az életünkhöz, hogy hogyan tudjuk a szerencsét megragadni. Persze a szerencse mellett, vagy talán szerencse előtt a legfontosabb a munka, a tennivalók számbavétele így az év elején, és ennek való neki gyürkőzés, a tervezés, aztán pedig a végrehajtás, de szerencse nélkül persze egyikünk sem menne semmire. A kéményseprők természetesen nem csak a megyei és városi önkormányzatok képviselőinek hoznak szerencsét az év első munkanapján. A jelképes köszöntés és az újévi jó kívánság Szabolcs-Szatmár-Bereg megye minden lakójának szól. Kerékpárost ütött el egy haszonjármű az év utolsó estéjén Nyíregyházán, a Simai úton. A biciklis férfit 8 napon túlgyógyuló súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Azt egyelőre nem lehet tudni, ki hibázott, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Keresztes Tamás előadásában láthatta a nyíregyházi közönség az Egy őrült naplója című monodrámát. A Gogol darabról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit.
4 győzelemmel és 5 vereséggel a férfi kosárlabda NB2 keleti csoportjának 7. helyén tölti a téli szünetet a Sunshine Nyikse. Kovács Tibor a legjobb 4 közé kerülést megcélzó együttese legközelebb január 7-én hazai pályán a debreceni Zicser Tigrisek csapatát fogadja. A második helyen tölti a téli szünetet a megyei első osztályú bajnokság tabelláján a nagyecsedi futballcsapat. Az Adamski Róbert által irányított együttes hátránya 6 pont az Éllovas Balkánnyal szemben. Igazi színházi csemege részesei lehettek azok a nézők, akik megnézték az Egy őrült naplója című monodrámát Keresztes Tamás előadásában Nyíregyházán. A produkciót, amely Gogol elbeszélése alapján több fordítás összevetésével született, Bodó Viktor rendezte. Ma, október 3-án rendkívüli eseményben volt részem. Reggel, amint felébredtem, szólítottam Mavrannak ennek szóval. Gogol 1834-ben játszódó története egy valódi napló, amelyet Popriscsin, a címzetes fogalmazó ír. A kis hivatalnok kezdetben kutyákkal beszélget, később spanyol királynak képzeli magát, majd a spanyol inkvizíció fogságába, valójában a bolondok házába kerül. Naplója folyamatosan rögzíti megőrülésének történetét, így jutunk el a szórakozott csinovnyiktól a személyiségzavarban szenvedő őrültig. Az előadás, amelyet korábban számos színház játszott nagy sikerrel, ezúttal Keresztes Tamás, a Katona József Színház művésze és Bodó Viktor rendező ötletéből született meg. Bár a próba folyamat mindössze 1 hónap volt, azt másfél évnyi közös gondolkodás előzte meg. Ez nagyon hasznos volt, ez a másfél éves gondolkodási idő. Tehát az alatt nagyon sok minden azért a fejben megszületett, olyannyira, hogy amikor oda jutottunk, hogy egy hétfői napon nekiálltunk annak az 1 hónapos próbaidőszaknak, akkor tulajdonképpen már ott állt a díszlet a színpadon, egy kicsit be volt világítva, én jelmezben álltam, és azt javasoltam, hogy akkor az első próbán hagyd mondjam el elejétől a végéig a szöveget, amit addigra már tudtam, így aztán elégnek bizonyult ez az 1 hónapos próbaidőszak, ami amúgy önmagában kevés lett volna, ha nem tudunk ennyire rákészülni előtte. Kicsit olyan volt, mintha egy hónapos főpróba hetünk lett volna. Keresztes Tamás nem csak előadja a monodrámát, általa születik meg élőben a különös atmoszférát teremtő zene, és a művész maga tervezte a produkció díszletét is. Egyszer csak egyre erősebben elkezdett ez a díszletterv úgy halványan, foszlányaiban megfogalmazódni a fejemben, és akkor egyszer csak csináltam egy pici makettet otthon, hirtelen felindulásból, 3 papírlapból, mert ez nagyjából 3 darab fal. És amikor már ott volt a kezemben az a 3 fal darab, akkor az még meglódította a fantáziát, és akkor ott elkezdtem már ezenben rajzolgatni, hogy mi mit tudhatna. Az előadást az Orlai Produkciós Iroda szervezésében láthatta a közönség a Móri Zsigmond Színházban. Most látom csak, hogy neki egy másik kis kutyát szabrász, azt, aki az imént a 2 hölgyet követte. Ugyan, édes Jolikám, te félre ismersz a saját szememmel, látom, hogy ezt meg neki mondta! Négy győzelemmel és 5 vereséggel a férfi kosárlabda NB2 keleti csoportjának 7. helyén tölti a téli szünetet a Sunshine Nyikse. Kovács Tibor, ha legjobb 4 közé kerülést megcélzó együttese, legközelebb január 7-én hazai pályán a debreceni Zicser Tigrisek csapatát fogadja. Az elmúlt szezonban a bajnoksághoz menet közben csatlakozó újoncként a 8. helyen végzett az NB2 keleti csoportjában a Sunshine Nyikse. A 2016-2017-es szezon előtt több magasabb osztályt is megjárt kosaras, Farkasinszki Gábor, Balog András, Asztalos István csatlakozott a kerethez, így az elvárások is magasabbak lettek, az első 4 hely valamelyikének megszerzését tűzte ki célként a Kovács Tibor által irányított együttes. A nyíregyházi kosarasok eddigi 9 meccsükből 4-et megnyertek, és 5-ször szenvedtek vereséget.
A csapatépítés nem könnyű, mert az előző szezonban lévő csapat nagy részével én több évig utánpótlás szinten együtt dolgoztam. Oda-vissza azért ismertük egymás gondolatát, tudtunk ki mire, hogyan számíthat, illetve hát meglepetés csapatként azért több olyan győzelmet arattunk a tavalyi bajnokságban, ami esetleg nem volt várható. Ebben az idényben már azért az ellenfelek is már tudják, hogy kire kell készülni, főleg annak a tekintetében, hogy látják a csoportos játékengedélyen, hogy milyen játékosok kerültek hozzánk, és azért ők azért ilyen szinten tekintélyt parancsoló játékosok a maguk nevében. Én azt gondolom, hogy a cél az reálisnak tűnik, az eddig elért eredményben kisebb hiányérzetem azért van. A csapat kapitánya Horváth Bence szerint a bajnokság második felében jobb eredményeket ér majd el az együttes. Úgy gondolom, hogy az új játékosaink lökést adtak a csapatunknak a tavalyi kerethez képest, és hogyha még többet tudunk együtt edzeni, még több idő el fog telni, hogy összecsiszolódjunk, úgy gondolom az elsőtől a negyedik pozícióig bármelyik bárhova odaérhetünk. Mint Kovács Tibor elmondta, a keret még nem végleges, januárban új játékosok csatlakozhatnak a csapathoz. A következő egy-két hónapban is már vannak olyan tervek, és vannak olyan információnk, illetve már egy olyan játékos is, aki már bekapcsolódott most az edzés munkába, hogy bízunk benne, hogy legalább két játékossal tovább fog bővülni ez a csapat. A bajnokság január 7-én folytatódik a Sunshine Nyicse számára, akkor a debreceni Zicser Tigrisek csapatát fogadja Kovács Tibor együttese a Bánki csarnokában. A második helyen tölti a téli szünetet a megyei első osztályú bajnokság tabelláján a nagyecsedi futballcsapat. Az Adamski Róbert által irányított együttes hátránya 6 pont az éllovas Balkánnyal szemben. A megszokott kis létszámú kerettel és mindössze egy kapussal a mezőny első felének valamelyik helyét megszílozva vágott neki a bajnokságnak a legutóbb második helyen végző nagyecsedi együttes. Adamski Róbert játékos edző tanítványai az első 5 meccsüket megnyerték, így a szezon harmadánál a tabella élén állt a csapat. A folytatásban aztán becsúsztak vereségek, végül 10 győzelemmel, 1 döntetlennel és 4 vereséggel a táblázat második helyén tölti a téli szünetet a nagyecsed erese. A csapatnál az 1-8 helyezés volt kitűzve, mondjuk ez ugyanúgy, mint tavalyi évben, szerencsére az idén is felülmúltuk. Hát én úgy gondolom az erőviszonyokat tekintve, tehát az első 10 helyezett viszont bárhol lehet, a Balkán kicsit kitűnik szerintem a mezőnyből, tehát nem véletlenül telelnek a első helyen. Onnantól kezdve viszont a dobogóért középmezőnye biztos, hogy óriási harc lesz. Bár a félidei helyezéssel elégedett a játékos edző, azt sajnálja, hogy több mérkőzésen előzetesen bekalkulált pontokat veszítettek. Gondolok olyan mérkőzés, mondjuk a gyulaházi 2-re kikaptunk, ahol mi pontokat termeltünk. Ugye akkor volt egy balkányi is fájó, ugye rangadót játszottunk egy 5-2-es vereséggel. Hát ez ilyen a foci, ez benne van. Hát győzelmekről voltak szép mérkőzésénk, én úgy gondolom, főleg hazai pályán, tehát ott gyakorlatilag mindenkit megvertünk, az a balkányi vereség volt. Hát ott nem, így kiemelni nem tudok, én nekem minden győzelem szép. A felkészülés január 10-én kezdi a csapat, a sérülés miatti fél éves kihagyás után visszatérő Bodogán Zoltánnal és Bornemissza Istvánnal soraiban. A nagyecsed Máté Szalkán is Balkányban vesz részt egy teremtornán, majd a szabadtéri felkészülési meccseket követően Ibrányba látogat a február 25-én esedékes tavaszi nyitófordulóban Adamski Róbert együttese. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Január 1-től a korábbi 27-ről 5%-ra csökkent a baromfi hús és az étkezési tojás általános forgalmi adója. A kedvezményes áfakulccsal a várakozások szerint akár 10-15%-kal is nőhet a két termék belföldi fogyasztása. A termelői ágazatban pedig mérséklődhet a szürke és a fekete gazdaság aránya. Magas a szállópor mértéke Nyíregyházán. Az elmúlt 2 napban mért légszennyezettségi adatok alapján a megyeszékhelyen is elrendelték a szmogriadó tájékoztatási fokozatát. A levegő minőségében javulás szerdától hamarabb nem várható, amikor is egy hidegfront hatására megélénkül a légmozgás. Újévi jó kívánságokkal érkeztek a kéményseprők ma reggel a megyeházára. A sok éves hagyományhoz híven idén is szerencsét vittek az év első munkanapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnökének. A népi hiedelem szerint, mivel a kéményseprők előzték meg a tüzeket, ezért is jelent szerencsét, ha látjuk őket.
A Kölcsei Televízió iradóját látták január 2-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Addig is műsorainkért és további hírekért látogassák honlapunkat. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. A Kárpát-medence felett éjjel átvonul egy hideg front, mögötte egyre több felé kitisztul az idő. Az éjjel eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Hószálingózás, ónosztítálás előfordulhat helyenként. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, majd hajnalban a nyugatira forduló szél időnként megélénkül. Reggelre általában mínusz 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, általában több órás napsütés várható, egy-egy hózápor előfordulhat. A nyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. Délutánra 1 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Szerdán egy meleg, majd egy hidegfront is eléri térségünket. Beborul az ég, és több helyen számítani lehet kisebb havazásra. Csütörtökön a felhő átvonulásokból csak elszórtan valószínű hózápor. A megerősödő, sok helyütt viharossá fokozódó északi széllel igen hideg levegő árasztja el a Kárpát-medencét. Pénteken, illetve szombaton a több órás napsütés ellenére napközben is fagyos idő várható. Délután is csupán mínusz 8-mínusz 11 fokot mérhetünk, hajnalonként pedig sok helyen mínusz 15 fok köré, néhol mínusz 17-mínusz 18 fokig csökken a hőmérséklet. Vasárnaptól lehet majd enyhülés.